nyugalom, veszély elhárítva, megfeledkeztem a jégről, illetve, hogy legutóbb valószínűleg egy nagyobb pohárban csináltam, és át volt állítva a kávéfőző. Minden esetre most már élvezhetem a jeges kávét. Na de üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon, mi újság veletek, hogy vagytok? Most éppen fél szemmel ránéztem a kis fényfüzére, amit a legutóbbi videóba tettem fel, és hát tudjátok, ott említettem, hogy valamiért a kis elemdoboznak a tetejét nem bírtam leszedni, hogy a világítás is működésbe lépjen. Aznap délután Virág pont átjött hozzám, úgyhogy megkértem őt, hogy nézze már meg, hát ha ő rájön a nyitjára is, negyed másodperc alatt egy mozdulattal kiszedte, ugye nem tudom, hogy mi volt velem, minden esetre most már világít. Nagy nosztalgiában vagyok, a Tűzserlegét olvasom. Igazából nem volt ilyen óriási tudatosság bennem, azt tekintve, hogy most elkezdem újra elolvasni a Harry Pottereket. Elkezdtük nézni a Bölcsek kövét, és akkor megjött a kedvem a könyvhöz, és gondoltam, hogy ebben a gyönyörű szép Minalima kiadásban fogom majd újraolvasni. Ez ugye már a harmadik rész. És hát annyira így elkapott a hangulat, hogy hát végül is már a negyediknél tartok, és hát olyan szomorú, biztos ti is láttátok, meg sokan el is küldtétek nekem, hogy pont amikor éppen nagyon benne voltam ezekben a kiadásokban, most jelentette be a Minalima páros, akiknek ezért a gyönyörű könyvnek a megtervezésért feleltek, hogy sajnos nem lesz folytatás, és a többi könyv, tehát a negyediktől felfelé nem fognak elkészülni, amit egyszerűen nem értek. Próbáltam utána nézni, hogy vajon mi állhat a hátterébe, és hát szó szerint nem tudom, hogy mi lehet, hiszen hát elképesztően népszerűek ezek a kiadások, és tényleg gyönyörűek, ugye ezt már mutattam nektek többször, ha esetleg még nem láttátok, nagyon sok ilyen interaktív, kihajtogatós oldal van benne, amitől tényleg olyan érzése van az embernek, mintha egy varázskönyvet olvasna, és nagyon sokat hozzáad az egész élményhez, nagyon-nagyon élveztem ezeket a plusz illusztrációkat benne, tényleg fantasztikus az egész, minden részlet, meg annyira ötletes is, úgyhogy nagyon-nagyon vártam, hogy meglegyen a teljes sorozat majd ebben, meg már elképzeltem, hogy majd a gyerekeim is ebből fogják egyszer megismerni a történetet. Persze már csak akkor, amikor nem szakítják szét ezek az oldalakat, de hát úgy tűnik, hogy sajnos nem lesz folytatás, úgyhogy ha esetleg nektek van bármi infótok erről, hogy miért nem, ugye Instagramon csak annyit írtak ki, hogy igazából nem kaptak erre felkérést, pedig ők is nagyon élvezték ezt a folyamatot, és nem lesz folytatás, de hát valamit biztosan tudnak, ha már bejelentették, hogy biztos, hogy nem lesz folytatás. Na mindegy, úgyhogy most a Tűzserlegét már ebben a régi verzióban olvasom, és hát nagyon-nagyon nosztalgiáztam, mert amikor kinyitottam, akkor így fogadott még ez a régi kis üzenet, hogy ezt még 2002-ben kaptam karácsonyra, és egyébként tökre emlékszem, hogy mennyire örültem neki. Nem tudom, ti mit gondoltok, én a klasszik Harry Potterek közül talán egyébként ennek szeretem legjobban a borítóját, valami nagyon elkapták szerintem a hangulatot, meg itt valahogy Harry is olyan kis szimpatikus fiatalember. Hát mert jó régen olvastam ezt legutoljára, viszont arra emlékszem, hogy ebben a kötetben rengeteg olyan dolog van, ami a filmbe nem került bele, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy most friss szemmel ezeket milyennek fogom találni. Emlékszem, hogy annó Hermione Házimanó Felszabadító Egyesületéről szóló minden egyes betűt utáltam és nagyon-nagyon untam, ez ugye a filmben nem is került be. Kíváncsi vagyok, hogy most felnőtt fejjel ezt milyennek fogom találni. Na de most egy kis kertészkedés fog következni, ugyanis van kettő szobanövényem, amit szeretnék átültetni. Az egyikre már igazából nagyon régóta ráfér az átültetés, úgyhogy megvettem a földet, itt vannak a kis cserepek, amiben át kell ültetni, úgyhogy miután megiszom a kávémat, bele is vágok. Na hát ő lenne itt az első delikvens, aki hát nem olyan régen lett egyébként átültetve, de már akkor igazából kicsi cserébe került, akkor nagyobbba kellett volna tenni, úgyhogy őt mindenképpen át kell ültetnem. Egyébként ez a levele is most jött, meg éppen most van itt egy kibontakozóban, azt hiszem ez is viszonylag friss. Mindenképpen tetszik neki, hogy a sarokból átraktam picit jobban fény alá, így az ablak elé, de biztos vagyok benne, hogy örülni fog az átültetésnek, úgyhogy mehet is.
másik, aki szerintem nem tudom, hogy miért beszélek jóként róluk úgy, mint a személyek lennének. Kis élőlények. Szóval, hogy szerintem most egyébként egész szép állapotban van, de nagyon pici cserében van, úgyhogy ő is most kap egy nagyobb otthont. Na hát azt kell mondjam, hogy ő határozottan jobban nézett ki korábban, mármint a levelek meg az ágak elrendezését illetően, hát próbáltam egyszerűen kibogozni, meg így rendszert találni, de hát még nem az igazi. Szerintem ennek sokkal jobb lesz ebben a nagyban, és ez a kaspó, mivel ahogy láthatjátok, jó magas, vagy hát jó mély, az aljában még van kb. Egy ilyen vastag hungarocell magasítás, mert egyébként minden kis cserép elveszne benne, de most, hát ez pont szintben van igazából, úgyhogy lehet, hogy hát vagy kiveszem, vagy csak kicsit levágom majd, hogy ne látszódjon ez a része ki, bár igazából szerintem lehet, hogy a levelek is hamar el fogják tüntetni, na minden esetre átültetve. Na neki meg határozottan jobb lesz ebben a nagyobban, mert tényleg az előző nagyon kinőtte, viszont hát ahogy nézem, ez meg hát majdnem magas is, majd nem tudom, valamit ki kell találni ide köré, mert most meg ez így elég furcsán néz ki, túlságosan látni benne a cserepet, majd nem tudom, erre várom az ötleteket, ha van, úgyhogy kapj erőre szépen, te tekeredj, ti meg legyetek. Jaj, hát is várjunk, a lakótok. Ó, ha egyszer rájönnék, hogy lehet nem ekkora koszban virágot átültetni, most ráadásul bele is léptem, na de. Sünike úr, gyere! Hát végül még ezt is átültettem, amiről először megfeledkeztem, pedig hát valószínűleg neki volt a leginkább szüksége az átültetésre, úgyhogy a Philodendron korábbi cserepét megkapta, mert arra pont jó méret, viszont majd kell vennem egy másik kaspót, mert így kinőtte az előzőt. Ő pedig a kis áldozat, ez az előbbi átültetésnél sajnos letört, de akkor meggondoltam, hogy kihasználom, és majd megpróbálom gyökeresztetni, és aztán csinálunk belőle egy kis testvért. Most pedig még szerettem volna nektek megmutatni, hogy mi van az utazós neszeszeremben, amit nem csak az ilyen nyaralásokra, meg az ilyen hosszabb külföldi utazásoknál szoktam használni, hanem amikor csak egy-két éjszakára elmegyünk valahová, vagy mondjuk a szülőkhöz, rokonokhoz megyünk, ez mindig igazából be van pakolva, és tök jó, hogy ezzel nem kell foglalkozni, mert az utazásoknál mindig a bepakolást kedvelem legkevésbé, és hát most már jó néhány hónapja ez mindig így meg van pakolva, és hát a legtöbb dolog nagyon bevált számomra, úgyhogy gondoltam, hogy megosztom veletek, hogy mik vannak itt, és hogyan vannak itt, meg vannak is olyan dolgok is benne, amit valószínűleg majd ki fogok cserélni, mert nem annyira vált be. Szóval gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy mi van benne, mert tudok néhány ajánlást adni számotokra talán, és ez abszolút nyaralástól, meg utazásoktól is független tud lenni. Szóval én ezt a neszeszért használom, aminek számomra tökéletes a mérete ilyen néhány napos kiruccanáshoz, és olyan vicces, hogy igazából, ha már egy éjszakát el kell tölteni valahol, akkor ez egy ugye alapkészlet, és nem sokat változik, ha mondjuk három éjszakát mész valahova, akkor ugyanennyi mennyiségű dolog biztos, hogy lesz nálad.
Szóval nézzük meg, hogy mik vannak itt. Az első dolog, ami itt van, ez benne a legnagyobb dolog, ez a dezodor, amit használok utazásoknál, ez a Schüssler Natur dezodor. Igyekszem mostanában olyanokat választani, amiben nincsen semmi alumínium származék, és meglepően nehéz ilyet találni, annak ellenére, hogy én úgy tudom, hogy teljesen bizonyított, hogy az alumínium származékoknak a dezodorokban rákkeltő hatása van, úgyhogy igyekszem ezeket elkerülni. Viszont az ilyen alumínium származék mentes dezodorok számomra nem mindig hatékonyak, viszont ezzel a Schüsslerrel meg vagyok elégedve, azaz egy negatívum, ami igazából csak az utazós szempontból negatívum, hogy hát elég nagy kiszerelés, főleg ugye itt a kupak része, úgyhogy lehet, hogy utazáshoz majd kell keresnem egy másikat, minden esetre ezt nagyon szeretem. És picit random, hogy milyen sorrendben mutatom, de igazából ami a kezembe kerül. A következő dolog, a másik nagy dolog, amit kihúzta minden, ez a Organic Thesis Cleanse Me elnevezésű tisztító, amit esténként sminkel távolításra szoktam használni. Ez most már jó néhány hónapja a szolgálatban van nálam, és nagyon-nagyon megszerettem. Alapvetően egy ilyen zselés, géles textúrája van, és amikor vízzel érintkezik, amikor így szépen beledörzsölöd a bőrödbe, akkor egy ilyen tej állagot vesz fel, és nagyon hatékonyan eltávolítja a sminket, a szemeden is tudod használni. Én nagyon szeretem az olyan termékeket, amik szemre is használhatóak, hogy ne kelljen külön amiatt vinni valamit, úgyhogy én ezt nagyon megszerettem, nagyon bevált számomra. A következő dolog, ami a kezembe jött, az alapozó ecsetem, egy ilyen kisebb méretű, abszolút ilyen márka nélküli. Ennek maximum az a különlegessége, hogy egy ilyen kis hálót szoktam rátenni, ez kifejezetten ecsetekre van, és így megvédi a sörtéket attól, hogy megroncsolódjanak, amikor így a neszeszerbe van, és tudjátok, ömleszbe benne van minden, úgyhogy ugyanígy van még egy kis pirosító ecsetem, amit egyszer a bronzosítóra is szoktam használni, így helytakarékosság szempontjából is. Ez egyébként egy rendes nagyméretű ecset, aminek elengedett a ragasztója, és kiesett a hosszú része, és hát gondoltam, hogy ez akkor egy tökéletes mini darab lesz, ami jó lesz ide a neszeszerembe. Szóval erre is ezt rá szoktam húzni, és még egy ecset van itt nálam, ez a kétvégű Avon szemhéjpuder ecset, aminek az egyik oldala lapos, a másik meg egy ilyen kis pufi, tehát fel tudod vele vinni a színt, és szépen szét is tudod vele dolgozni, úgyhogy ez szintén nagyon praktikus, illetve tök jó, hogy mindkét oldalán van egy ilyen kis védő, úgyhogy táskabarát. Ez sajnos nem annyira vált be számomra, ez az Avon Ultracolor pirosító, bronzosító kis mini paletta, aminek a koncepciója nagyon-nagyon tetszett, hogy egy termékben van egy pirosító, egy bronzosító és egy highlighter, gondoltam ez tökéletes lesz utazásokhoz, hogy ilyen pici méretű, illetve ezt akár a szemhéjamon is tudom használni, a bronzosítót is, meg a highlightert is. Viszont azt kell mondjam, hogy annyira brutálisan fognak a színek, hogy mindig olyan érzésem van, amikor ezt használom, mintha egy bohóc sminket tennék fel magamra, bármennyire óvatosan is próbálom felvinni, épp hogy hozzáérintem az ecsetet, már brutális erős, amit hát nem nagyon szeretek pirosító esetében, meg bronzosító esetében, úgyhogy ezt valószínűleg ki fogom cserélni, amikor lesz valami hasonló, kisebb méretű pirosítóm, bronzosítóm, amit be tudok ide tenni, mert ez sajnos nekem nem annyira vált be. A következő dolog az arckrémem, amit mindig egy ilyen pici tégelybe szoktam átkanalazni igazából abból, amit éppen aktuálisan használok, és ennek idehoztam direkt a nagy kiszerelését, hogy meg tudjam mutatni, ez a Clarins Multi-Active, mindig az ilyen francia elnevezésekkel nem vagyok kibékülve, de így látni fogjátok, hogy melyikről van szó pontosan, és hát az az igazság, hogy most már az illatát is nagyon-nagyon szeretem. Kb. Egy hónapja használom ezt minden reggel, és nagyon-nagyon megszerettem, mert könnyed, de mégis nagyon jól táplál, és hát különösen nyáron utálom az olyan krémeket, amik elnehezítik az arcomat, aminél azt érzed, hogy ha picit is meleg van, akkor mintha így kiülne rögtön a bőrödre. Ez könnyen beszívódik, könnyű, de mégis jól táplál, úgyhogy
ez kedvenc lett nálam. A következő dolog, úgymond az arckrémnek a kis testvére, mindig az aktuális arcfényvédőmet is át szoktam tenni egy ilyenbe. Ebbe a már sokat emlegetett Vichy Capital Soleil fényvédő fluid van, ez az 50-es, és hát erről már sokat áradoztam nektek, amit csak folytathatnék itt is. Azért kedvelem nagyon, mert ahogy a neve is mondja, ez egy fluid, tehát elképesztően folyékony, könnyed állaga van, ami azonnal beszívódik, nem nehezít el, nem ragacsos, tényleg teljesen láthatatlan, és nem lehet érezni a bőrön, és mégis nagyon jó védelmet nyújt, úgyhogy ez nálam idén-nyáron egyértelműen a legnagyobb kedvenc lett. Kettő szemkörnyékápoló is van nálam, de csak azért, mert ez a pici kis termékminta már éppen el fog fogyni, szóval ezt szerintem a következő alkalommal már közben ki is fogom dobni, mert már olyan pici van benne. Ez egy Elemis Ultra Smart kollagénes szemkörnyékápoló, csak sikerült kinyögnöm. És az az igazság, hogy hát ezt nagyon-nagyon megszerettem a pici mérete ellenére is, majd lehet, hogy meg fogom keresni nagyban, mert kevés olyan szemkörnyékápoló van, aminél rögtön azt érzem, hogy mintha valamit csinálna a bőrömön, a legtöbbnél nehéz megmondani, hogy most történik-e valami, mármint reménykedik benne az ember, hogy a megelőzés működik, viszont ennél azt érzem, hogy már rögtön, amikor felteszem, mintha így feltölteni a szemkörnyékemet, ha van bármi értelme ennek, amit mondok. Szóval ez mindenképpen bejött, és ami alapból bent szokott lenni, ez a Pupa Noich szemkörnyékápoló. Hát erre azt tudom elmondani, hogy ebben reménykedem, hogy a megelőzés működik. Az alapozót is egy ilyen pici kis tégelybe szoktam áttenni, szokás szerint a Catrice Liquid Coverage van benne. A szempilla spirál, amit pedig magammal viszek, ez a Lancôme Hipnóz dráma elnevezésű spirál, amivel kapcsolatban bevallom, az első tapasztalataim nem voltak 100%-ig meggyőzőek, de igazából szerencse, hogy kitartottam, mert úgy, hogy most már ugye valamennyi fogyott a termékből, és nem vesz fel olyan sokat a kefe, mint az elején, szép, hosszú, ívelt pillákat csinál, de továbbra is ilyenkor mindig. Az Essence Lash Princess-szel hasonlítom össze, ami töredékébe kerül, és szerintem ennél jobb pillákat csinál. Szóval alapvetően szeretem, elégedett vagyok vele, de a kettő közül. Rúzsként az ezer éves kedvencem P2 by Viszkok Fruzsi Mauve Touch árnyalat, ami továbbra is még a kedvenc hétköznapi színem, szerencsére én betárasztam belőle. A szemöldökömre ezt a L'Oréal ceruzát szoktam használni, amiben szeretem, hogy az egyik végén itt van ez a kis kefe, tehát ez egy ilyen kettő az egyben termék, a másik oldalával pedig szépen ki tudom tölteni a hiányos részeit a szemöldökömnek, és hát mellé szoktam még használni ezt a kis kefés szemöldök formázót is, ami szintén ad egy kis színezetet a szemöldöknek, illetve így valamennyire helyben is tartja a szálakat. Ezt még Japánban vettem, úgyhogy ezért nem mondom külön a márkáját. Mindig van nálam egy ajakbalzsamisz, balzamisz, már rágondoltam, hogy elemisz a fogkefém. Mellé egy kis mini fogkrém, hogy ne kelljen az egész kiszerelést vinni. Ezt a pici kis parfümöt nyüstölöm már jó ideje, ami annak ellenére, hogy mi egy ilyen kicsi kiszerelés már nagyon-nagyon régóta kitart. Szerintem azért, mert ez egy olyan pici kis üvegcső, aminek nincsen szórófeje, hanem csak épp egy keveset kifordítok az ujjamra, és azt szoktam felvinni, és valószínűleg ez így nagyon takarékos a parfümmel. Aztán az elmaradhatatlan vészhelyzet, tampon, hajgumi és csipesz. Hármasa zárul, és hát ez lenne a kis neszeszer. Sosem szoktam vinni magammal tusfürdőt, mert az azért nagyjából minden helyen adott szokott lenni. Hajmosáshoz való dolgokat pedig csak akkor szoktam vinni, ha tudom, hogy ugye hosszabb időt maradok az adott helyen, és akkor ugye pluszba be szoktam tenni. Még, bár nem fér bele a neszeszerembe, de hát önmagában ez egy ilyen utazós kiszerelés, úgyhogy csak így egymás mellett szoktak lakni. Ez a Tangle Teaser kompakt kis fésücske, aminek nagyon szeretem ezt a fajta kiszerelését, tehát a kis kefének a sörtéit nem tudom összetörni bárhova is tegyem be. Szóval, ezek vannak tehát a neszeszeremben, remélem tudtam azért néhány kis hasznos tippet adni, vagy volt benne valami olyan dolog, amit szívesen kipróbálnátok ezek után. És végre valahára holnap eljutok a fodrászhoz is, amit már alig várok.
végre megújul a színem. Most az elmúlt egy-két napban göndörre sem viseltem a hajamat. Igazából ez most nem a legszebb állapota, mert állandóan feltűzöm, összecsavarom, becsipeszelem, mert annyira meleg van, és hát az a fürtöknek nem tesz jót. Viszont arra gondoltam, hogyha érdekel benneteket göndörhajú sorstársaim, akkor akár a következő videóban szívesen majd megmutatom nektek a göndörhajápolási rutinomnak azokat a részeit, amiket a leghasznosabbnak gondolok, mert hát nagyjából az egész hajmosásomat már számtalanszor láttátok, de mi az az egy-két pont belőle, ha göndörön viselem a hajamat, amit sosem hagyok ki, és amivel talán tartósabbá lehet tenni a fürtöket. Na de köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem most, találkozunk legközelebb is, sziasztok!